szemem elektron, karomba édes. Ha már a falba vert homlokunk véres, és vértelen arcunk fakó. És meneküljünk száz piros tüzes szekéren, és fészkeljünk, mint kések a zsarnok szívében, és suttogva mondjuk ahó. A péntek lépcsőim vágszorogva végig, és kiáltás a vérvaros végig, mely ellenünk emelt erő. S az őrült úr bombája közé csarokba, csak sétáljunk kimérten száraz barokba, az utolsó ítélet előtt. Rendben van. Mi az, hogy például mi az, hogy száraz barok? Már elnézés. Elmesélem akkor a dal keletkezés történetét. Hálás leszek. Végtől is játszottuk már párszor. Hogy szóval képzeld el, hogy ez a dal úgy született, hogy a Csengei Dénes ezt a szöveget Jancsó Miklós születésnapjára írta. És megkérte a Cseh Tamást, jó barátját, hogy énekelj el. És a verssorok, vagy dal, a dalban a szövegsorok, azok Hernádi Gyula regények címei. Hát a Jancsónak meg a Hernádi volt a legjobb barátja. Érted? Jó, hát én se egészen értem, de legalább tudom. Szerelmet melegra karomba édes, ha már a falba mert homlokunk véres, és vértelen arcunk fakó. És menekülj száz piros ízes szegélyen, és fészkeljünk késen a zsarnok szívében, és suttogva mondjuk ahó. A tétek lépcsői vászlorok a végig, és kiáltás a vérbajos égig, mely ellenünk nem elverő. Csak sétáljunk kimérten száraz barokban.